Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Valami vagy valaki belép az életedbe. Miről vagy kiről van szó, ezt megnézzük most a kártyáknál. Itt látható ez a torony, tehát lesznek változások. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Először úgy tűnik, hogy ez nem jó, ez a helyzet, viszont ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor látható, hogy az egyik személy lezuhan a mélybe, de te kapaszkodsz a felhőbe, lesz itt egy új kezdet. Ez lehet egy spirituális terület is. Még mindig ennél a kérdésnél maradunk, mi vagy ki közeledik hozzád. Tényleg így van. A kártya mutatja a spirituális területet, mint asztrológia, ez lehet kártyavetés, és ez a kártya szerencsét hoz. Tehát ez a változás fontos számodra, ami neked szerencsét hoz. Amit a csillagképek még mutatnak, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Tehát ez a változás most pontosan úgy jön, ahogy te szeretnéd, hiszen erre szükséged van. Még mindig ennél a kérdésnél maradunk, ki vagy mi közeledik hozzád. A változások után lesz itt egy nagy szerelem, hiszen a kelyhek utalnak az érzelmekre, lesz egy találkozás. És amit a kígyók itt jelentenek, ez a gyógyító erő. Itt látható ez a torony, ezek kihívások, de fordítsd meg ezt a kártyát, nézd valamit más szemmel. Itt szerencséd lesz a változások után, és ez a megfelelő időpont. És itt szerelemről van szó. Ha egy hölgy vagy, akkor azt jelenti, ez a férfi közeledik hozzád. És most azt kérdezném, hogy milyen szándékokkal jön. Ó, egy kártya kiesett. Itt a botról van szó. Ha egy kártya kiesik a csomagból, akkor arra nincs szükségünk, tehát eltávolítjuk ezt a kártyát. Itt arról lenne szó, hogy ő cselekszik, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, de mivel itt a tűz eleméről van szó, az jelenti a testi kapcsolatot is. Mivel a kártya kiesett, akkor légy visszahúzódó, még ne engedd azt meg, hogy itt legyen egy intim kapcsolat. A kérdés az volt, hogy milyen szándékokkal jön. Itt ez a kártya, ez a halál azt jelenti, hogy ő lezár valamit. De itt a háttérben van már egy új kezdet. Mivel az előző kártyák utaltak a szerelemre, a párkapcsolatra, itt nem szakításról van szó, hanem ő elmondja azt, hogy ő lezárt valamit az életében. Az is előfordulhat, hogy jelenleg van nála egy örökösödési ügy. Még mindig ennél a kérdésnél maradunk, hogy valósítja meg a terveket. Tehát azt láttuk, hogy ő lezár valamit. És itt lesz egy új kezdet, a római kettes szám utal a párkapcsolatra, tehát rád és őre. Itt már nincs egy harmadik személy, aki befolyásolhatná az eseményeket. De ő még kicsit vacilál, és nem tudja, hogyan közölje veled azt, amit szeretne. Itt az érmékről van szó, tehát a belső értékekről. Előfordulhat, hogy anyagiakról is a háttérben.
És ha már a háttérben vagyunk, itt látható ez a hajó az utal a reményre, hiszen ezt szimbolizálja. De mivel ő még itt bizonytalan, ő vár arra, hogy te erősítsd őt ebben a hitben, hogy itt lesz kettőtök között egy párkapcsolat. Az is előfordulhat, hogy ő szakított valakivel, és itt még rendeznie kell az anyagiakat. Még mindig ennél a kérdésnél maradunk, hogy hogy váltja be a terveit, a gondolatait, milyen szándékai vannak. Itt látható ez az eremit, az jelenti azt, hogy kicsit még visszahúzódó. Mivel még vacilál, hiszen nem tudja azt, hogy te hogy reagálsz erre ehhez a közeledéshez, előfordulhat, hogy még ő néha visszahúzódik. Ő lezárt valamit, vagy van egy örökösödési ügy. Rendezi az anyagiakat. Mivel itt visszahúzódó, lehet, hogy a pénzt megtartja magának. Ez a kártya azt is jelenti, hogy ő még bizonytalan, és ha nem kapja meg azt a választ, amit ő remél tőled, akkor előfordulhat, hogy kicsit visszahúzódó. Mi láttuk azt, hogy kiesett egy kártya, ami a tűz elemére utalt. És a tűz eleménél gyakran testi kapcsolatról van szó. Lehet, hogy ő ezt kimondja, és itt a halál azt jelenti, hogy te nemet mondasz erre, akkor ő elkezd itt vacilálni, és mivel nem jött be a szándéka, akkor lehet, hogy így pár napig majd visszahúzódik. És most megnézzük azt, hogy reagálj erre a férfira, ehhez a közeledéshez. A te válaszod. Légy magabiztos, mint ez a király, foglald el itt a helyedet. Ez az arany érem utalhat ugyan anyagiakra vagy a munkára is, de jelenti a te belső értékeidet, vagy azt, hogy ez a férfi értékes számodra. De nem mutasd ki az érzelmeidet, hanem figyeld az eseményeket. És légy magabiztos, akkor is, ha ő először megsértődik és visszahúzódik, ő jönni fog a napokban újra fog jelentkezni. Még mindig ennél a témánál maradunk, hogy viselkedj te, mi legyen a válaszod. Itt látható újra ez a torony, én ezt mindig megfordítom, hiszen ha először így megnézzük, akkor azon félelmeket vált ki. Ó, most itt minden úgy összeomlik. De ha másképp látod a dolgokat, akkor itt érezhető, hogy az égi hatalom segít neked. És ez a változás, ez fontos számodra, vagy fontos számotokra. Ez a torony jelenthet egy hivatalos ügyet is, hogy ott kell még rendezni valamit. Ez a kép jelenti az angyali segítséget és a te belső harmóniádat. Tehát ne vezd el a nyugalmadat, hanem légy magabiztos, ez a férfi újra jön, újra közeledik hozzád, és kialakul egy párkapcsolat. Itt láthatóak az értékek, de ez jelenti a belső értékeket is. Te értékes vagy ahhoz, hogy megkapd azt az élettől, amit tervezel, amit szeretnél. Itt lesznek változások, de őrizd meg a belső nyugalmadat, a belső erődet, mert itt javulni fog a helyzet. Nem csak a szerelmet illetően, hanem az anyagiakat és a munkát illetően is. És én kívánok neked egy szép napot,
nagyon sok szeretettel, Dendera.